Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez már a Sportfórum, a következő beszélgetésünknek két fontos témája lesz. Az egyik az az, hogy pécsi siker született az országos strandöplet bajnokságon, illetve a másik pedig az, hogy a legmagasabb osztályban indulnak a PTE Peac férfi röplabdázói. Nagy tisztelettel köszöntöm a vendégeimet, Gyöngyösi Zoltánt és Horváth Balást. Sziasztok! Hát kezdjük a bajnokkal, szíves engedelmeddel, Zoli. Baláshoz fordulnék, ugye megnyertétek a strandöplabda bajnokság döntőjét. Kérdezem, nem mennyire volt ez papírforma? Szervusz! Azt nem mondhatom, hogy papírforma volt. Mindenképpen minden évben úgy indulunk neki a bajnokságnak, hogy szeretnénk győzni természetesen. Az, hogy ez megtörténjen, az úgy gondolom, hogy realitás, tehát benne van a pakliban, azonban nagyon sok, nagyon jó páros van minden évben, így volt ez idén is. Legalább 4-5 olyan páros volt, aki reálisan hasonló céllal vághatott neki a küzdelmeknek. Közülük sikerült most nekünk nyerni, úgyhogy kicsit azt mondhatnám, hogy realitás volt, de messze menőkig nem mondhatjuk, hogy papírforma. Milyen múltra tekint vissza egyébként maga a strandöplet bajnokság Magyarországon, illetve ti mióta küzdötök ezért a trófeáért? A strandöplabda mondhatjuk, hogy eléggé hosszú múltra tekint vissza. Ugye 1996 óta már olimpiai sportág is, Atlanta óta, szóval a népszerűsége az töretlen. Elég, ha csak annyit még hozzáteszek, hogy a statisztikák szerint az olimpiai játékokon minden olimpián a létesítmények szempontjából a legkihasználtabb létesítmény is, így a legnézettebb sportág a strandröplabda, tehát nagyon népszerű. A mi pályafutásunk ugye külön-külön szintén nagyon régóta zajlik, egy 15 évre legalább visszamenőleg. Együtt Mátéval, Vocskó Mátéval, Vocskó Mátéval, aki budapesti játékos, a MAFC játékosa. Együtt ez a 5. szezonunk volt, és 5 éve is már azzal a céllal jött létre a mi párosunk, hogy szeretnénk megnyerni ugye az országos bajnokságot. Ugye az évek során általában nagyon szép eredményeket értünk el, tornákat is nyertünk, OB fordulókat, de a végső győzelem az most sikerült első alkalommal, úgyhogy mondhatjuk, hogy közös pályafutásunk és egyetlen pályafutásunk csúcsára is érkeztünk ezzel, aminek természetesen nagyon örülünk. Mondhatni, hogy röplabda és röplabda között is óriási különbség van, és teljesen más, gondolom én, felkészülést igényel a strand röpi, mint ugye a normális strand röplabda, a terem röplabda. Elég nektek az, hogy a bajnokság során ugye meccseltek, és az elég a felkészüléshez, vagy azért nektek időnként bizony le kell, hogy járjatok együtt is edzeni? Ugye itt Magyarországon abból kell kiindulni, hogy a strandröplabda még szezonális sportág, tehát amint vége a terem röplabda bajnokságoknak, utána mennek ki a játékosok a homokra, akkor kezdik a felkészülést ott. Nem sok időtök van akkor ebben? Gyakorlatilag májustól augusztusig tart, tehát egy nagyon szűk 4 hónapot lehet megnevezni talán a játékidőben. Azt viszont jól látod, hogy a teremröplabda az egy megfelelő fizikai felkészülést biztosít valamennyi olyan játékos számára, aki teremben és strandon is játszik. Nálunk ugye az a jellemző, hogy meglehetősen nagy az átfedés, tehát nagyon sokan a játékosok nagy része mind a teremben, mind a strandon egyaránt játszik. Így vagyunk ezzel ugye mi is, én ugye nyilván itt Pécsett, és ahogy említettem, a csapattársam, a Máté pedig Budapesten. Tehát mindenképpen úgy indulunk neki a strandröplabda szezonnak, hogy van egy biztos fizikai felkészítettségünk, és erre építünk. Mi ugye azt is már említettem, hogy 5 éve játszunk együtt, tehát igazából mi egy összeszokott párosnak számítunk. A mai mezőnyben talán az egyik legrégebb óta együtt játszó páros vagyunk, és ez is természetesen előnyt jelent számunkra. Emellett természetesen törekszünk arra, hogy tudjunk együtt edzeni is. Ez általában heti 1-2 alkalommal valósul meg a versenyek előtti napokon, és ezzel a összesítéssel indulunk neki a versenyeknek, ami általában ugye elég jó eredményekkel szokott számunkra zárulni, különösen ugye az idén. Zoli, te mit szólsz ez az eredményhez, mint a Peacnak az edzőjét? Kérdezem, egy bajnok már biztos, hogy lesz a csapatban a következő így van, szezonban. Tehát én azt szólom ehhez, hogy ez elég jó indítás akkor a terem szezonhoz, hogy egy strand bajnok a csapatunk meghatározó játékosa. Egyetértek a Balázzsal, tehát ez évek óta azért benne volt, hogy előbb-utóbb ők odaérhetnek a legvégére is. Nyilvánvaló
egy kimondott esélyes nincsen, tehát azért mindig több csapat átsingózik arra, hogy ő akar a bajnok lenni, de hát a Balázsék, ha jól tudom, kétszer is voltatok már másodikok az országoson, tehát azért benne volt ez a ahogy mondta Balázs a pakliba, örülök, hogy idén sikerült nekik. Általában ezeket a meccseket, ha nézed, milyen érzésekkel szoktad nézni, mert azért nyilván benned lehet, hogy csak meg ne sérüljön, mert meghatározó játékosa ugye a Teremröpi csapatnak is. Igen, Balázs. Hát tavaly pont a Balázs egy kevésbé színvonalas versenyen megsérült, a válla kiment, jelen is voltam. Egyébként általában fáradtan szoktam nézni, mert én is részt veszek, és a mérkőzések szünetében elég fáradt vagyok. De hát természetesen szurkolok nekik. Nézd, a sérülés mindig benne van a sportban. Én nekem ez egy óriási előny, hogyha én megfordítom és a másik oldalról nézem, hogy a játékosaim 80-90%-a Strandról érkezik, tehát a terem felkészülést nem nulláról kezdjük, hanem gyakorlatilag végig fizikálisan formában vannak. Amikor megkezdődnek a felkészülések és a vendégek, te mindig azt szoktam kérdezni, hogy sikerült a nyár, kipihenték-e magukat a te esetedben, akkor ez most igazából nem állja meg a helyét, mert tulajdonképpen akkor non-stop végignyomtad a szezont. Igen, igen. Amint vége lett a terem szezonnak, elkezdtük ugye a felkészülést, először Harkányban kezdtünk, aztán Balatonon folytatódott, illetve Budapesten, és gyakorlatilag minden hétvégén részt vettünk versenyeken, a nyár elején felkészülési versenyeken is, amint elindult az országos bajnokság, annak a fordulóin szerepeltünk, és ugye ezért véget augusztus 12-én. Fáradtnak mégsem mondom magam, vagy nem mondhatom, mert tehát ez úgy érzem, ezt igényli is a szervezetem, ha nyáron is mozogjak, másrészt pedig ugye ez a győzelem, ami ugye számomra óriási öröm, ez egy nagy feltöltöttséget adott, és úgy gondolom, hogy nem fáradtan, hanem inkább kipihenten és rákészülten tudok nekivágni ennek a nagyon fontos szezonnak. Egyes bajnokságon, hogy a bajnoki cím megnyerés az általában a kvalifikációt is jelent valami nemzetközi versenyre. Itt a Strandröplabdánál van erről szó, hogy mehettek-e valahova külföldre tovább versenyezni, vagy most megnyertétek a bajnokságot, és ennyi? Lehetőség az lenne rá, ugye, ha jól tudom, ezek a kérdések még nem dőltek el. Ugye ez nagyban függ a Röplabda Szövetségtől, az ő hozzáállásától, anyagi helyzetétől. Az természetesen nagyon jó lenne, hogyha tudnának versenyeztetni csapatokat külföldön, ugye köztük bennünket is, és mint ugye aktuális bajnoknak nekünk van erre mostán a legnagyobb esélyünk, de eddig ez a korábbi években egyáltalán nem valósult meg, tehát a szövetség ezt nem tudta finanszírozni, sem támogatni semmilyen más formában. Természetesen vannak olyan hírek, hogy esetleg majd most erre sor kerül. Mindenképpen célja a szakági szövetségnek, illetve az ebben működő kollégáknak, hogy induljon már magyar páros is majd a Riói olimpián. Az én véleményem az, hogy ehhez még nagyon sokat kellene dolgozni. Most ezt kevésbé érzem reálisnak, de a képesség mindenképpen megvan a magyar strandöplabdázókban, hogy kivívják a kvalifikációt, de ez nagyon sokat kellene tenni mind a röplabda szövetségnek, mind a játékosoknak, edzőknek. Strandröplabdával kapcsolatban így a népszerűsége mennyire lehet érezni itt akár városban vagy országos szinten? Én azt gondolom, hogy idén az országos bajnokságon, ahol én is többször részt vettem fordulókon, szép számú résztvevő volt. Kicsit változó azért a népszerűsége területenként, tehát attól függően, hogy az ország melyik területén vagyunk, van, ahol népszerű, van, ahol kevésbé népszerű, illetve úgy mondanám, hogy van, ahol amatőr szinten népszerű, ahol játsszák az emberek a strandon, de nem versenyszerűen, és általában ott, ahol van teremröplabda bázis, ott a versenysport jellegű strandröplabda is népszerű. Mert a strandröpi része is hihetetlen látványos tud lenni. Kedves nézők is egyébként láthatnak most bejátszást Balázsének döntőjéből. Szóval hihetetlen népszerű tud lenni, és mennyi közönségcsalogató ereje van egy ilyen mérkőzésnek. Akár Balázs tőled is kérdezem, hogy a döntőt így ott álltak a szurkolók és végig drukkolták, vagy hogy lehet ezt elképzelni? Ugye a strandröplabda valóban, ahogy már említettem is, világszinten rendkívül népszerű. Magyarországon természetesen ezt a szintet még nem ért el, amit a nemzetközi versenyeken tapasztalhatunk, vagy akár csak a környező országokban is, de én azt gondolom, hogy a népszerűsége az növekszik. Idén a versenyeken ugye már csak a résztvevő csapatok magas száma miatt is, ugye az elsősorban a férfi versenyzők száma volt magas, egyébként azt hozzá kell tennem. Jelenlévők száma azt gondolom, hogy egy bizonyos fajta növekedés mutat szintén. Természetesen messze elmarad a külföldön tapasztalhatóktól.
A bajnoki döntőn konkrétan elég vegyes volt ez az érdeklődés, ez Siófokon volt az augusztus 11-12-i hétvégén, és 11-én ugye eléggé rossz volt az időjárás, ami nagyon rányomta a bélyegét a látogatottság, tehát szombaton gyakorlatilag a résztvevőkön kívül nem volt más a strandon, mert a hőmérséklet és az időjárási viszonyok ezt nem tették indokolttá. Vasárnap azonban ugye nagyon jó idő volt, mert lényegesen nagyobb számban voltak jelen szurkolók, és azt gondolom, hogy van érdeklődés a sportág iránt, és ha sikerül folytatni azt a koncepciót, amit a szervezők elkezdtek, akkor talán ez a jövőben még tovább fog növekedni. No, strand után akkor be a terembe. Talán beszéltünk Zoli telefonon, és mondtad, hogy mára már körvonalazódni látszik majd a keret. Most azt mondtad a beszélgetés előtt, hogy 99%-ra megvan a csapat. Hogy néz akkor most ki a PTA Pelc együttese? Ugye a legmagasabb osztályban hangsúlyozom, ott indultok majd el a következő így szezonban. Van. Nyilvánvaló, egy csapat feljut egy osztályon feljebb, akkor hát meg kell nézni, hogy az a keret egy magasabb szinten is ugye megfelelő lesz-e. De erről már sokszor beszélgettünk, hogy miután mi amatőr sportolók vagyunk, a keretnek a feltöltése az nem úgy működik, hogy meg körülnézünk, hogy melyik posztra kit vásárolunk, hanem melyik posztra kit tudunk valamilyen módon ide csábítani. Pillanatnyilag úgy néz ki a helyzet, hogy a tavalyi keret majdnem teljes egészében egy játékos kivételével rendelkezésre áll. Sajnos Balogh Balázs nem kapott Pécsett munkát, ő Kaposvárra hazament, és így nem tudunk rá továbbiakba számítani. Mi játékosunk marad, és hogyha visszakerül Pécsre, akkor csatlakozik, de addig sajnos vele nem tudok számolni. Ez egy gyengülés. A másik oldalon viszont, aki már biztos erősítésnek számít, Fodor Dániel, ifjúsági korú játékosunk, egy évet Amerikában töltött, ott végig játékban volt, sokat fejlődött, és most hazatért, úgyhogy négyesütő poszton tudunk vele kalkulálni, mind a junior, mind a felnőtt csapatban. Valamint egy Árun nevezetű norvég fiú, aki az orvosi egyetemen tanul, mint kiderült, már tavaly is ide járt első évre, de csak év vége felett évet le hozzánk. Őről azt kell tudni, hogy egy nagyon jó alkat, egy fekete bőrű fiú, aki rendkívül jó izomzattal, kondícióval rendelkezik. Technikailag még azért van mit képezni rajta, de miután az orvosi egyetem elég hosszú és sok évig itt lesz, és azért ő Norvégiában utánpótlás szinten első osztályban is játszott, ővele is konkrétan számolunk. Az ő átigazolása folyamatban van, a nemzetközi átigazolás, az egy kicsit macerás folyamat, de hál' Istennek elindult és folyamatban van. Ez a két teljesen biztos erősítésünk. És ezen kívül, erről is beszéltünk már, a Kaposvári Röplabda Akadémiával van egy együttműködésünk, és ígéretünk arra, hogy esetlegesen olyan játékost, aki náluk hosszú távon számolnak vele, de pillanatnyilag nem jutna elég játék lehetőséghez, azt kölcsönadják nekünk. Most ez az 1%, mert ez húzódik, ugyanis hát Kaposváron is voltak játékos mozgások, illetve a felnőtt csapatnál még a szerződés aláírásokat nem mindenki tette meg, és minden ennek a függvénye, mert onnan aztán megy lefele junior serdülőig, hogy kire hogyan számolnak. De hát most Demeter György vezetőedzőtől egy utolsó ígéretet kaptam, hogy ezen a héten mindenképpen lezárják ők a tárgyalásokat, és utána tudja konkrétan megmondani, hogy ki az a két-három játékos, akiből mi esetleg egyet-kettőt ki tudunk választani megfelelő posztra, aki nekünk erősítés, és neki is jó lesz, mert itt játék lehetőséghez jut. Tehát ez volt az az 1%. Így van. Ami a keretet illeti, hány fős létszámmal tervezel, mennyi lenne az optimális, körülbelül hány játékos fog majd a rendelkezésedre állni? Én úgy látom, hogy körülbelül 18 fővel leszünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a röplabda, elvileg hatan vannak a kezdő állásrendben, de a libero játékos az gyakorlatilag a kezdő csapathoz tartozik hozzá, tehát ez 7 fő. Ezen kívül még másik 7-et lehet nevezni csereként. Tehát én azt gondolom, hogy a 18-as keret az nagyon is megfelelő. Annál is inkább, mert azért az NB1-es szezonban sok mindenre számítunk, tehát azért ez egy hosszú, megterhelő, sok mérkőzéses szezon lesz, tehát szükségünk lesz sok emberre. A másik oldalon viszont 25 emberrel, mondjuk egy labdarúgáshoz képest, mondjuk kint nagy pályán dolgoznak, egy kisebb teremben nem lehet effektíve, hatékonyan dolgozni, úgyhogy azt gondolom, ez optimális ez a létszám. Ha szerkezetileg nézem a csapatot, akkor is kezd elég szépen kikerekedni, tehát minden poszton
van megfelelő játékosom, és még mögötte is van olyan cserejátékosom, akit be tudok vetni, és tényleg nem nagy különbség van. Hát egy-egy kivétel van, tehát például Balázsnak nem szabad megsérülni vagy megbetegedni, mert őt például minőségben nem tudjuk pótolni, de azért a legtöbb poszton tudunk minőségbe is pótolni, hogyha valami történik, de hát abban is reménykedünk persze, hogy komoly sérülés vagy egyéb gond ilyen nem lesz. Mire számítotok, Balázs, majd a pályán? Mekkora ugrás ez az osztályváltás? Mekkora különbség a két osztály között? Jól erősebb lesznek az ellenfelek, vagy azért annyira nem, hogy meg kelljen ijedni tőlük? Szerintem megijedni semmiképpen sem kell. Viszont olyan szempontból mégis nagy változás, hogy folyamatosan legalább olyan erős ellenfelekkel játszunk, mint amilyenek mi vagyunk. Az NB2-ben az volt a nagy különbség, hogy volt egy-kettő olyan csapat, amelyik az általunk képviselt játékerővel megegyező szinten volt, míg a többiek úgy gondolom, hogy lényegesen gyengébbek voltak nálunk. Most az NB1-ben folyamatosan hétről hétre olyan mérkőzések várhatóak, amelyek nagyon szorosak, küzdelmesek, és egyik mérkőzést sem fogjuk csak úgy megnyerni, hogy ajándékba kapjuk. Tehát ez a változás, ez mindenképpen szerintem jelentős. Az elsősorban ugye a fiatalabb játékosoknak lesz változás, akik talán ezt először fogják tapasztalni. Viszont azt is hozzátenném, hogy játékerőben köztünk és az NB1 alsó fele között úgy érzem, hogy nincsen jelentős különbség, sőt úgy tűnik, hogy egy-két csapatnál talán mi erősebbek is tudunk lenni, hogyha megfelelő hozzáállással készülünk, már pedig úgy fogunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon küzdelmes és jó mérkőzéseken, de a realitás az, hogy benne van a jó szereplés a következő szezonunkban. Nem csak itt Pécsen, hanem a többi városban is változik, vagy változhat a keret. Mennyire látod át, hogy fog kialakulni a következő szezon ebben a tekintetben? Mennyire erősödnek, mennyire gyengülnek a csapatok? Van esetleg egy olyan kis táblázatod, ami azt mondta, na ide érhetünk erre a helyre? Persze az én fejemben sok táblázat van. És azt persze az ember állandóan módosítja annak függvényében, hogy például a saját játékos keretem ugye hogy alakul, tehát sok minden múlik például azon, hogy Kaposváron milyen játékos kapunk még, vagy nem kapunk, de mindenképpen, ha a jelenlegi kerettel számolok, tehát senkit nem számolok hozzá, akkor is teljes realitásnak érzem én a bentmaradást, ahogy Balázs is elmondta. Nyilván akkor nagyon sokat kell ezért dolgoznunk, de én úgy gondolom, ebben nem lesz hiba, nagyon lelkes a csapat. Balázs is maga azt mondta, hogy egy hét pihenőt kér pluszba ugye a strand szezon után, ehhez képest már az első edzésen megjelent, mert mégiscsak lehozta a szíve. És a többi csapattagra is ez jellemző, tehát nagyon lelkesen készülnek a fiúk, és úgy tűnik nekem, hogy valóban lesz két-három olyan csapat, akivel fel lehet venni a versenyt. A másik dolog, hogy nekünk ez talán szerencsés és jó, hogy első évünk az NB1-ben, hogy nem lesz olyan egyszerű kiesni sem. Márpedig azért, mert a versenykírás szerint a 12. utolsó csepet esik ki, de miután hiányosan indult el a bajnokság, csak 11 csapat van, tehát automatikus kieső nem lesz. A 11. helyen végző csapat pedig megkapja még az osztályozó lehetőségét az NB2 két feljutásra esélyes csapatával, és abból a három csapatból is kettő az NB1-ben folytathatja. Tehát első célunk mindenképpen az lenne, hogy szeretnénk az utolsó helyet elkerülni, hogy ne osztályozón dőljön el ez a kérdés. Ennek is látom realitását, de ha úgy alakul, akkor még egy osztályozó lehetősége is ott van. Tehát úgy gondolom, hogy a kiírás ilyen szempontból kedvez nekünk, hogyha mindezek után mégis kieső helyen végzünk, akkor valószínűleg annyit ér a játékerőnk, és akkor reális lesz, hogy kiesünk, de abszolút nem erre számítok. Szoktak ugye mondani, hogy egyszerűbb bent maradni, mint sem feljutni. Igen, nem is tudom, hogy pontosan hány szezonnal ezelőtt, ugye mi NB1B-ben szerepeltünk, talán 4 szezonnal ezelőtt, és hát akkor kiestünk, de azóta gyakorlatilag nem estünk volna ki, mert soha nem volt kieső, mert a feljutók nem vállalták, vagy volt kizárt csapat az első osztályból, tehát gyakorlatilag akkor nem volt szerencsénk, mert abban az egy évben volt kieső, de azóta végigben maradhattunk volna. Volt olyan NB1-es csapat, amelyik nem is nagyon nyert mérkőzést, mégis évekig bent tudott maradni az NB1-ben. Most azért ez egy kicsit változik, hogy a legfelsőbb osztályt, az Extraligát meg az NB1-bét összevonták, tehát egy kicsit azért masszívabb lett ezzel a mezőny, de mindezek mellett is azt gondolom, hogy reális cél a bentmaradás. Felkészülésről is beszélünk. Mióta edzetek, lesznek-e felkészülési mérkőzések, mert hallom, hogy például Hollandiába mentek. Igen. Egy kis túrára.
Igen, Hollandiába megyünk egy felkészülés és csapat összetartó túrára. A felkészülést 21-én kezdtük meg, ezt minden évben így csináljuk, hiszen a strandszezont augusztus 20-a körül zárjuk le, bár lesz még egy levezető jellegű versenyünk Harkányban, egy kicsit házi verseny, bár vannak meghívottak Bonyhádról, Kaposvárról. Ezzel lezárjuk a strandszezon, de már elkezdtük ugye a felkészülés napi edzésekkel. 6 hetes felkészülési intervallumunk van arra, mire jön az első mérkőzés. Ennek a programja zajlik. Nyilvánvaló, ennek a programnak a részei a felkészülési mérkőzések. Augusztus 31-e, szeptember 1-e, 2-án megyünk egy 3 napos hollandiai túrára. Egy nagyon kedves csapattársunk, aki évek óta kint dolgozik, orvosként meghívott bennünket. Azon kívül, hogy a repülőjegyet kifizetjük, minden költségét állja a csapatnak, ami nem kis teher, úgyhogy ezúton is köszönöm neki, és szervezett egy 3 csapatos tornát. Most a holland röplabda erejét ismerve azt gondolom, hogy megfelelő szintű ellenfelek lesznek, még azon se fogok meglepődni, hogyha kikapunk esetleg egy ottani másod- vagy harmadosztályú csapattól. Főleg így, hogy 2 hetes fizikai felkészítés után fogunk utazni, tehát egyelőre nem a top formánkat fogjuk hozni, de ez csapatösztetartásnak is nagyon jó lesz, és utána pedig hétről hétre szeretnék edzőmérkőzéseket játszani. Itt is majd azért a kaposváriak segítségére számítok, hogy esetleg az ő junior csapatukkal közel is vagyunk, tudunk oda-vissza játszani, mert ahhoz, hogy azért összeérjen majd ez a keret, ahhoz egy pár mérkőzésre szükségünk lesz. Legutóbb, amikor itt jártatok nálam, akkor azt hiszem, még nem tudtatok pontosan megmondani, hogy hol kerülnek majd megrendezésre a hazai mérkőzések. Ugye szó volt a Pote csarnokról, ahol ugye eddig is, illetve a TTK csarnok is szóba jött. Van-e már döntés ezzel kapcsolatban, hogy hol szurkolhatnak majd nektek? Igen, ez nagyon egyszerű volt a döntés, hogy a Pote csarnokban maradunk. 2 oka van. Az egyik oka az, hogy a Pote csarnokba kapunk a heti 4 edzésünkből 2-szer rendesen egész pályán edzés lehetőséget. A TTK csarnokban ott 1/3 teremben edzünk, amikor ott edzünk, tehát gyakorlatilag a hazai pálya előnyét teljesen elveszítenénk. A másik, hogy azt tapasztaltuk, hogy ebbe a csarnokba is azért a potéra be lehet zsúfolni egy 200-250 embert is akár, hogyha megfelelő helyezzük el a padokat, székeket, és mondjuk 100 ember fölött ott már kiváló hangulat teremthető. Egy nagyobb csarnokba azért jobban elvesznének a nézők, és azt mondtam, hogy 2, de van egy harmadik oka is, a teremhitelesítés, bármilyen furcsa, hogy a TTK csarnok az nagyobb, ilyen szempontból hiteles, de akkor ott pályát kéne festeni, nincs megfelelő hiteles hálótartó, oszlop háló, tehát azt úgy kellene felszerelni, még a hazai pályán kapott egy csarnok, az teljesen rendben van ilyen szempontból. Zár szóként, hogy van-e versenynaptáratok, meg van-e már, hogy ki lesz az első ellenfél, hol játszatok, mikor? Igen, le kellett adni. 21-ig kellett leadni, kiírta a szövetség. Hát gyakorlatilag szeptember 28-a lenne az első mérkőzésünk idegenbe Kecskeméten, de ez egy pénteki forduló, beleraktak 2 fordulókat, ezt próbáljuk áthelyezni, de ha nem akkor, akkor vasárnap 30-án kezdünk itthon a Szolnok ellen, és gyakorlatilag december 16-áig szinte minden hétvégén játszunk, aztán január közepétől februárig megint, tehát az alapszakasz az eléggé zsúfolt lesz. Csak kocsong ennyit, hogy akkor mit vársz a kezdéstől, Balázs? Az első mérkőzésünk ugye az nem az esélyesség terhe mellett fog zajlódni. Kecskemét ugye tavaly bajnokság második helyezettje. Én ott egy tisztes helytállást várok. És a második mérkőzésünk, ha jól emlékszem, a Szolnok ellen lesz, aki azon csapatok közé tartozik, akit le tudunk győzni, úgy gondolom. És az itthon is lesz, úgyhogy kiváló kezdésre számítok itthon, egy jó hangulatú, küzdelmes mérkőzésen egy győzelemre, és azon további részében pedig szintén arra, hogy nagyon jó mérkőzéseket játszunk sok néző előtt, és szerintem a lényeg, hogy élvezzük ezt az első osztály körülvevő légkört, és sokat tanuljunk belőle. Legyen itt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor neked még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Strandröplabda bajnoki címhez köszönöm még egyszer, sziasztok. Szia. Kedves nézőnknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportfórum, legközelebb friss kiadásra, pénteken várom önöket ugyanitt, ugyanekkor. Addig is minden jót, viszontlátásra.